Mindenképpen győzni szerettünk volna, de meccsképi alapján is azt mondom, hogy a reális a döntetlen mindenképpen. Az első 20 percet átaludtuk ezen a mérkőzésen, a Honvédnak a 11-esen kívül több helyzete is volt. Az első fél idő második felében úgy érzem fölé nőttünk a Honvédnak, itt célről belőtt labdák voltak, amik veszélyesek voltak, és megint hát a Kabát Petinek a zseniális rugó technikája döntött. A másik fél idő ugyanarámosan kezdődött, nem volt egy jó mérkőzés így egészében, és megint a gól után kezdtünk el feléledni, úgyhogy én úgy érzem, hogy reális volt a döntetlen. Jó lett volna ez az X, hogyha a Pápát meg a Győrt hoztuk volna, akkor ez az egy pont nagyon értékes lett volna. Igen, megbeszéltük az öltözőben, az volt jogos volt, lehetett is hallani egy koppanást, úgyhogy a játékos is elismert, hogy az volt jogos volt, 11-es volt. Honvéd vezetett mind a kétszer. Én azt mondom, hogy az utolsó 10 percben megnyerettük volna a mérkőzést, ha kicsit okosabban játszunk, egy emberrel több volt a pályán, kicsit kapkodtunk az utolsó 10 percben szerintem. Egyszer fordulni fog ez a kocka, ugye azért a 3 vagy 4 győztes meccs, nem is tudom mennyi van, egy gólokkal nyertünk, ott azért ugye végén nyertünk meccset, ilyenkor meg a Győrbe például a végén ment el a mérkőzés. Én úgy érzem, hogy ezek kiegyenlítik egymást, én remélem, hogy ez a csapat együtt tud így maradni, és januártól egy kis erősítésre akár merészebb terveink is lehetnek. Ha mindenki megnézze a tabellát, lehet látni, ha egy kicsi szerencsénk van, és két meccs jobban alakul, akkor mi megyünk a negyedikre. Hát az Eger meccs jön, utána megyünk Szombathelyre, utána jön a Siófok, úgyhogy én azt mondom, hogy a 3 meccsből minimum egy 7 pontot, de jó lenne 9-et szerezni, és azzal szerintem felzárkoznánk. Nagyon nehéz mérkőzés, az Eger rendkívül szervezett csapat, nagyon jó védekezik, és főleg ugye csak idegenben játszik, azt lehet mondani. Türelmesen kell lennünk játszani, nem szabad kapkodni, és akkor meg lehet az eredmény.